is álom, nem látom más, mert szól a dalunk, és együtt vagyunk, erőnk a közös lázadás. Sajtószabadságot, nekünk a köztévében 4 évenként 5 perc megszólalási idő járt, ezt 2 hete szerdán kihasználtuk, egy szerda reggel 8 órakor. Ennyi járt, előtte 5 perccel, utána 5 perccel Orbán Viktor ontotta a hazugságot. Az elmúlt időszakban különös tekintettel március 15-ére. Március 15-én megmutattuk, hogy erősek vagyunk. Megmutattuk, hogy 100 000 ember volt hajlandó eljönni a Dunapartra és a szabadságunkért együtt kiállni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött és együtt ünnepeltük a magyar szabadságunkat. Akár merre járok, azt hallom, hogy azóta, lehet, hogy előtte is, de azóta még inkább, az ellenzéki szavazók, a szabadság szerető magyarok elkezdtek bizakodni, hogy azok is, akik addig segélyhitűek voltak, akik addig azt gondolták, hogy lehetetlen legyőzni ezt a korrupt, minden médiát magának kisajátító, a választási szabályokat és a körzethatárokat magának átíró, hatalmat nem lehet leváltani, úgyis elcsalják, és akkor egyszer csak azt éreztük, hogy sokan vagyunk, hogy többen vagyunk, mint gondolnánk. És azt látom a jelölteinken is, akikkel együtt kampányolunk, tényleg nagyon régóta, hogy az elmúlt időszakban érzik azt, hogy jönnek az emberek, olyan új embereket sikerült megszólítani, akit eddig nem. Hogy az a szomszéd, akiről azt gondolták, hogy az fideszes, kiderült, hogy az is ide szavaz. Azt látták, hogy egyre többen vagyunk, jön egy momentum. Itt vagyunk a győzelem kapujában, és akkor sokan most a kardjukba döltek, amikor egy kutató kihozott egy olyan eredményt, ami azt mutatta, hogy a Fidesz győzni fog. Úgyhogy rögtön előre szeretném mondani, hogy március 15-én, akik ott voltak, azok emlékeznek. Én megígértem önöknek, hogy lesz ilyen kutatás. Mert ismerjük a Fideszt, ismerjük Orbán Viktort. Pontosan tudtuk azt, hogy az utolsó napokban ki fog hozni egy olyan kutatást, ellenzékinek tűnő forrásból, ellenzékinek tűnő médián keresztül, ami azt fogja önökben, azt a látszatot, azt a keserűséget fogja önökben kelteni, hogy a Fidesz úgy is győz, kár is elmenni, vasárnap föl se kell kelni, vagy nyugodtan szavazhatnak a kispártokra, mert úgyse fog bejutni, úgyis marad a Fidesz. Hát honnan tudjuk? Azért, mert egyrészt mindig ezt csinálta, másrészt azért, mert hogyha valaki beleír magát egy korrupt diktátornak a fejébe, akkor valószínűleg ő is ezt csinálná. Hát megjött ez a kutatás, senkit ne kedvetlenítsen azonban el. Ugyanez a kutató 2,5 évvel ezelőtt azt is megjósolta, hogy Karácsony Gergely veszíteni fog Budapestnek főpolgármesteri versenyében, és Tarlós István fog győzni, ehhez képest Karácsony Gergely közel 7%-kal győzött. Ugyanaz a kutató 2 héttel ezelőtt még pontosan azt mondta, amit a mi általunk ismert minden kutatás, beleértve a Fidesz kutatásait is, mert onnan is jön információ. Mutat nevezetesen az, hogy az elmúlt hetekben és napokban az ellenzéki tábor aktivizálódott, most először 12 éve. A változást akaró emberek nem csak többségben vannak, de bizakodóbbak és eltökéltebbek is. Úgyhogy nagyobb számban fognak részt venni a vasárnapi választásokon, a részvételi hajlandóságok nő. Ez azért nagyon fontos, mert fej mellett vagyunk. Azt a néhány százalékos lemaradást folyamatosan dolgozta le az ellenzék, és már oda jutottunk, hogy itt állunk 2 nappal, vasárnap előtt, a győzelem kapujában. Sétáljunk át együtt ezen a kapun. Menjünk át együtt, és mutassuk meg, hogy többen vagyunk. Négy évvel ezelőtt a megosztottság miatt a Fidesznek 2/3 lett. Orbán Viktor, aki a Csillag Jósászhoz is ér, március 15-én még azt mondta, hogy soha ilyen jól nem állt a Fidesz csillaga. Meglepő az annak fényében, hogy még ők sem gondolják azt, hogy valaha még egyszer neki 2/3 lehet. Én azt remélem, hogy Orbán Viktor április 3-a után Csillag Jósási tevedettségét egy szegedi csillagnevű intézménybe fogja adni.
Már akkor megpróbáltunk olyan civilekkel, mint alpolgármester asszony itt, akivel akkor ismerkedtem meg, és akkor is elkezdtük azon dolgozni, hogy váltsuk le hazánk 1000 éves történelmének legkorruptabb rendszerét. Láttuk azt, hogy akkor ez csak az esélyes jelöltek megjelölésével és a taktikai szavazással volt már lehetséges, mert a pártok még nem álltak be ebbe az egységesbe, még mindig viták voltak. 4 év feladata az volt, hogy ezen változtassunk. 4 év alatt meg is oldottuk. 4 év alatt 6 párt összefogott, 6 párt és mi civilek teljes egységet alkottunk, közös programot írtunk, fantasztikus eredmény, hiszen itt egy közös program tekintetében még nagyobb viták várhatóak minden alkalommal, mint egy közös kormányzásnál. A kormányzásnál már csak arról lesz szó, hogy ki lesz a felelős az egyes feladatokért. Mi abban is meg tudtunk egyezni, hogy merre menjünk, hogy hova jussunk el és hogyan. Egy közös programunk van. Minden egyes körzetben kiválasztottunk egy közös jelöltet, igazából önök választották ki a magyar történelem első előválasztásán, ahol 850 ezer ember adott le 1,3 millió szavazatot, közös program, közös lista és közös jelölt mind a 106 körzetben, 106 győztes jelölten indulunk most Orbán Viktor ellen. Közösséget kellett hozzátenni még ehhez az összefogáshoz, önökkel együtt. És most, amikor az országot járjuk, nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy sikerrel a 6 párt támogatói mellé felsorakoztak a konzervatívok, felsorakozott a cigányság, és felsorakoztak a fiatalok, akik sok esetben most fognak először szavazni. A konzervatívok a polgármesterület ezügyben is szeretettel köszöntöm és köszönöm. Ő példázza jól azt, hogy nem csak a 6 párt támogatói, de minden tisztességes, becsületes magyar ember, minden jobboldali és keresztény ember is, aki tisztességes és becsületes, az most a kormányváltásra szavaz április 3-án. Mint egy 850 ezres részvételű előválasztás után adjon önöknek hitet és erőt. Az is, hogy most először 12 éves történelmünkben, sőt a magyar történelemben talán először van 100 000 ember, aki részt vett egy közös tüntetésen, van 27 000 ember, aki egy egész napját, sőt előtte felkészüléssel még többet is rászán arra, hogy megvédjük a szabad választások jogát, a demokráciát Magyarországon, és önkéntesként jelentkeztek szavazatszámlálónak, és van több 10 000 aktivistánk, akik sokan immár 1 éve kint vannak az utcán, szélben, hóban, fagyban. Fizetés nélkül ingyenesen hordják ezeket a türkisz kabátokat, amit önök is láttak most. Aláírás gyűjtöttek, szórólapokat osztogattak, házról házra járva kopogtattak. Ezek az aktivisták, ezek az önkéntesek, ezek a szavazatszámlálók, ők az igazi hősök. Őnekik köszönhetik azt, hogy most minden korábbinál nagyobb esélyünk van leváltani Magyarország történelmének 1000 éves, Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát. Egy nagy napot kérem az aktivistákat és önkénteseket. Kérem, hogy önök ezeket az embereket támogassák akkor vasárnap, és a saját gyermekeikre szavazzanak akkor, amikor elmennek és leadják a szavazatukat. Minden egyes ember, akit meg tudnak győzni, minden egyes ember eldöntheti a választást. Nekem számos olyan tapasztalatom van már, ahol egyetlen egy szavazaton múlott a választást, 2 mondok önöknek, Rákos Palotán egy kedves ismerősöm 1 szavazattal lett önkormányzati képviselő, de mondhatnám Kisterek példáját, ahol 2,5 évvel ezelőtt 1 szavazaton múlott, hogy egy fideszes polgármester maradt, és hogy nem sikerült az egyébként teljesen civil pártok által nem ismert, nem támogatott jelöltnek egyetlen 1 szavazat hiány sikerült leváltani a polgármester Kistereken. Úgyhogy senki nem mondhatja, hogy az ő szavazata nem számít. Senki nem mondhatja azt, hogy majd a többiek eldöntik ezt nélküle. Mindannyiunknak, akik itt ülnek, a szomszédaiknak, a barátaiknak, a testvéreiknek, a szüleiknek, a gyermekeiknek, mindenkinek a szavazata számít. Minden egyes szavazat. Ma Budaörsön egy idős úriember odajött és mondta, hogy ő már 30 embert meggyőzött. Ha önök csak egyetlen egy embert meggyőznek is, az önök tevékenysége fogja elhozni a változást Magyarországra,
higgyenek és adjon erőt ezeknek. Egyetlen egy szavazat eldöntheti egy körzetet, és egy körzet eldöntheti a választást. Úgyhogy mindenkit vigyenek el. Nagyon jól fontolják meg, hogy ki az, akit még meg tudnak mozdítani mostantól vasárnapig. 2 napjuk van arra, hogy utána 4 évig ne kelljen sajnálkozniuk, vagy ki tudja évtizedekig. Ez most életünk legfontosabb választása lehet, és önökkel együtt tudjuk csak leváltani, mert hiába önökért csináljuk. Az a sok 100 000 ember, aki részt vett az előválasztáson, aki aktivistáskodik, az önök egy szavazatáért tette ezt. Ez egy valódi szeretett közösség, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország megmutatta, hogy képes összefogni, hogy félre tudjuk tenni a különbözőségeket. Mi azt nézzük egymásból, ami összeköt, és nem az, ami elválaszt. Hogy valóban lehetünk jobb és baloldali, a keresztények, zsidók, ateisták, romák és nem romák. Bármilyen szexuális orientáció emberek. Mi képesek vagyunk összefogni, képesek vagyunk együttműködni. Ezt mutattuk meg az elmúlt 4 évben. Itt vagyunk a győzelem kapujában, elvégeztük a házi feladatunkat, most már csak önökön múlik, hogy egy szeretett országot építsünk Magyarországon. Egy olyan országot, amelyet megpróbálnak elvenni tőlünk. Elvenni tőlünk 1000 éves történelmünk legnagyobb bűnözői. Ez a szék ez azért van itt, hogy emlékeztesse önöket arra, hogy Orbán Viktor nem áll ki vitára. Orbán Viktor egy kis székkel járja titokban az országot, nem lehet járni a saját törvényeket. Ahogy előttem már elmondták, Orbán Viktor maga is szégyelli azt, amit tett. Orbán Viktor kiközösítették Európában, Orbán Viktor áruló lett. Orbán Viktor 12 éve egy olyan aljas, tömeggyilkos, háborús bűnösnek a legfőbb szövetségese és európai ügynöke, sőt, magyar ellenes ügynöke Magyarországon, aki terhes anyákat sebesít meg, 140 gyermeket gyilkolt meg, atomerőművet lövet, és előtte Szíriában már vöröskeresztes menekült oszlopot is bombázott. Ez az a Putyin, aki még mindig irányítja Orbán Viktor minden lépését. Orbán Viktor még mindig Brüsszelt akarja megállítani, miközben neki Putyint kell megállítania. Orbán Viktor számtalanszor elárulta a hazáját, csak a héten, amit megtudhattunk, a Magyar Külügyminisztérium épületébe, valószínűleg oda is, de a rendszerébe, kibe járkálnak az orosz hekkerek. Az orosz titkosszolgálat ügynökei. Egy olyan Kaspersky rendszert használ a parlament még mindig, amelyről a saját nemzetbiztonsági szolgálatunknak a kibervédelmi intézete is kimondta azt, hogy az veszélyes és hogy kitettséget jelent az orosz kémek számára, de itt működik Budapesten az orosz kémbank is, a Nemzetközi Beruházási Bank, amelynek az itteni kémeinek ügynökeinek Orbán diplomáciai mentességet adott, hogy a magyar hatóságok még csak kutatni se tudjanak, még csak intézkedni se tudjanak ott. Ez az Orbán Viktor, aki szavakban annyira büszke a nemzeti önállóságunkra és függetlenségünkre, orosz és kínai gyarmatot csinált Magyarországból. Ő ugyan 10 évre titkosította, de a szerbektől tudjuk, hogy Orbán Viktornak még abba se volt beleszólása, hogy a mi pénzünkből épülő kínai vasút milyen útvonalon menjen Belgrádból Budapestre. Hogy az elkerülheti Szegedet és Kecskemétet, hogy bármi értelme lett volna a magyar közönség számára is, vagy amit szintén tudunk, hogy nem csak 40%-kal drágább minden egyes kilométerre, de ezt a beruházás önöknek, magyaroknak 972 év alatt fog megtérülni, tehát ha Szent István építette volna, nagyjából most megtérülne. Orbán Viktornak azonban láthatóan nincsenek elvei. Ha lett volna elve, akkor ő nem lehetett volna egymás után. A 80-as években még a KISZ-ben kommunista, a 90-es években liberális és a liberális internacionális alelnöke, utána egy általam is támogatott konzervatív, de egy Putyin ellenes Európa párti, euróbevezető vagy bevezetni szándékozó konzervatív, és azóta egy olyan fasiszta pártállamot épít, és egy olyan fasiszta szövetségnek akarja megépíteni a putyinista frakcióját, ahol ott van az az AUR nevű román párt, amelynek az a programja, hogy ki a magyarokkal Romániából, meg ott van Salvini, meg Löbben és más Putyin párti európaiak. Orbán Viktor büszke pedofil is lenne, hogyha ebből lehetne lopni. Nincsenek elvei, csak érdekei vannak.
Orbán Viktor nyilvánvalóan nem lehet ennek a nemzetnek a vezetője, hiszen mindannyian szégyenkezik miatta. Még a külhoni magyaroknak is alaposan meg kell gondolni, hogy szavazhatnak-e tiszta lelkiismerettel egy Tóvaj bűnözőre. Szavazhatnak-e tiszta lelkiismerettel egy olyan emberre, aki miatt szégyenkezniük kell, hiszen a magyarságukat ők éppen azáltal tudták megtartani 100 évvel Trianon után is, hogy büszkék voltak. Büszkék voltak arra, hogy magyarok, de most Orbán Viktor miatt nem tudjuk ezt ugyanolyan büszkeséggel mondani. Április 3-án szerezzük vissza a nemzetünk büszkeségét, hogy újra bárhol a világban büszkén mondhassuk ki, hogy magyar vagyok. Saját magának egy csak általa elfogadott választási rendszert új körzethatárokkal, új alaptörvényekkel, új alaptörvénnyel, és természetesen a bíróságok függetlenségét, az önkormányzatok függetlenségét, és nem utolsó sorban a sajtók függetlenségét felszámolta. Hogy a valamennyi megyei napilap, gyakorlatilag az összes rádió az országban, a televízióállomások nagy része, mind-mind Orbán Viktor szolgálja, és a propagandát harsogja, a hazugságokat harsogja. Nem csoda. Hiszen, hogyha lenne sajtószabadság, akkor vasárnap 80%-kal váltanánk le Orbán Viktort, ezért ő kénytelen hazudnia. Hogy Hatházi Ákos egy táblát is oda tartott neki, muszáj hazudni, mert túl sokat lopott. Nos, ezeket a hazugságokat mi csak az önök segítségével tudjuk cáfolni, önöknek kell elmondani az ismerőseiknek, minden ismerőseiknek mondják el az igazságot Orbán hazugságaival szemben. Orbán, lakátok ezrei. A mi 2000 plakátunkkal is nagyon szépen köszönöm, hogy önök nem csak önkénteskedtek, önök nem csak egy más kultúrát, egy szeretett országot mutattak, de adakoztak is. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a kampányunkhoz hozzájárultak. Itt egy példát hadd mutassak önöknek. Tegnap fiataloktól 2 levelet kaptam, szoktam többet is, Kiskunfélegyházán. Az egyik egy nagyon kedves, több valószínűleg egy osztályos baráti kör, több tagja által aláírt biztató üzenet nekem. Nagyon szépen köszönöm és hálás vagyok érte. A másik egy végzős gimnazistától 2000 forint. Ezt a 2000 forintot ő elveszítette egy bolt előtt, és aztán valaki megtalálta és átadta neki. Úgy gondolta, hogy ha már egyszer lemondott róla és utána megkerült, akkor ennek egy jelentősége van, ennek üzenetértéke van, és átadta a kampányunkra. Hálásan köszönöm a fiataloknak! Csak önökkel együtt tudjuk ezt megcsinálni. Egy más kultúrát képviselünk. Az önök adományaiból mi csak 2000 plakátot vehettünk, bár tudtunk volna többet is, de nem mertek eladni nekünk, mert a tulajdonosok félnek. A Fidesz megtiltotta nekünk. A Fidesz 25 000 plakátot hirdeti a hazugságot. Csak még idejöttem Miskolcon. Ott volt, hogy mi migránsokat akarunk betelepíteni. Tudják ezzel szemben mi az igazság? Hát az az igazság, hogy a Fidesz telepítette a migránsokat, de mi megtartjuk a kerítést, és átvilágítjuk a Fidesz migránsokat, az összes nemzetközileg körözött bűnözőt és iszlamista terroristát pedig ki fogjuk adni a nemzetközi körözésnek, mert éppen elég bűnöző van ebben az országban, nem kell még importálni is. Ez az igazság. Ezeken a plakátokon azt hazudják, hogy mi fizetősé tennénk az állami egészségügyet. A valóság az, hogy mi még a magánegészségügyet is ingyenesen tennénk, azért, hogy itt most az előtérben mondja nekem valaki, hogy egy bőrgyógyászati vizsgálatra októberre kapott időpontot, mások egy életmentő CT-t vagy MRI vizsgálatra is hónapokig várnak, és olyanok is vannak, akik tolószékbe kényszerülnek egy protézis műtét miatt, mert 2-3 év múlva kapnak csak időpontot. Orbán fizetősé tette az egészségügyet, mi, hogyha az önök életének ez a megmentésének a megoldása, még a magánegészségügyet is ingyenessé fogjuk tenni. Orbán ezeken a plakátokon azt hazudja, hogy mi megszüntetnénk a családtámogatásokat, mi megtartjuk a családtámogató intézkedéseket, de meg ezzel együtt viszont az Orbánék által 12 éve egy fillérrel nem emelt családi pótlékot, des öregkori nyugdíj minimumot és otthonápolási díjat megduplázott 4 év alatt.
hazudják, hogy mi megszüntetnénk a minimálbért. Ezzel szemben az igazság az, hogy mi adómentessé tennénk a minimálbért, ezzel minden egyes minimálbéres dolgozó minden hónapban 30 ezer forinttal többet visz haza, ennyire több marad a zsebében, és egy közmunkásnak is 15 ezer forint nettó minden egyes hónapban. Nincs az a mennyiségű krumpli, amiért megéri erről lemondani. 15 ezer közmunkásnak 30 ezer egy minimálbéresnek. Hozzá kell mindenkinek, hogy ez a program. Hozzá kell mindenkinek, hogy ez a mi programunk. És legújabban már azt is harsogja a Fidesz propaganda, bár nem értek rá ezt kirakni a plakátokra még, hogy mi nem elég, hogy az óvodás gyerekeket átműtetnénk kisfiúkból kislány a szülők engedélye nélkül, de ráadásul a gyermekeinket, én is nyilván a saját négy fiamat, ki sem képzett, nem katonák, elküldeném meghalni Ukrajnába, hogy mi katonákat, fegyvereket küldenénk és belebonyolódnánk egy háborúba. Ez a legaljasabb hazugság talán mind közül, úgyhogy arra kérem önöket, hogy mondják el mindenkinek, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy bennünket csak a NATO véd meg, és ezért nekünk a NATO-t kell támogatni, és ha a NATO úgy dönt, akkor akár fegyvereket is szállíthat a NATO Ukrajnának, őszintén szólva, magyar katonákra Ukrajnának nincs szüksége, 44 millióan vannak. 44 millió ukránról beszélünk. És hát, hogy a magyar fegyverekre milyen szükségünk van, azt ítélje meg az, aki a Hódmezővásárhely laktanyából elinduló menetoszlopnak a lemaradt páncélosát megnézheti, mert nem bírta elhagyni Hódmezővásárhely területét sem. Tehát őszintén szóval nyugodjanak meg, Ukrajna egészen más kérdés. Orbán Viktor beleegyezett a fegyverszállításba, nem kell magyar fegyverek legyenek, sőt, de ezzel együtt Orbán Viktor ténylegesen megszavazta a fegyverszállítást az Európai Unióban. Orbán Viktor támogatta, megszavazta a fegyverszállítást. Miközben bennünket vádol ugyanezzel. Micsoda hazugság, micsoda aljasság ez. Igaz? Rémületes, borzasztó, világ vége. Az ellenzék fegyvert adna Ukrajnának. Hol kell szavazni? Persze, szállítsunk fegyvert Ukrajnának. Orbán Viktor ennyire hazudik. Nem elég, hogy volt már kommunista, liberális, konzervatív és fasiszta. Orbán Viktor egyik nap letagadja, amit az előző nap mondott. Orbán Viktor egy szélkapas. Orbán Viktor hazudik. Mivel a mai napon két utca fórumon az eső eset így némileg átázott, de ez egy magyar közlöny kinyomtatott példány. Március 7-én a magyar közlöny 43. számában Orbán Viktor és a kormány engedélyezte a fegyverek átszállítását Magyarország területén. Csak azért mondom önöknek, mert nincs néhány napja, hogy lehazudták. Lehazudta Kocsis Máté a tévében, mert ő is kapott 5 percet, lehazudta Szijjártó Péter, és lehazudta Orbán Viktor. Orbán Viktor és a kormány engedélyezte a fegyverszállítást Magyarország területén, majd ezzel vádolta az ellenzéket, és letagadta. Ez is Orbán Viktor, az egy dolog, hogy ez itt van. De hogyha legalább hazudozni akarod, akkor vonják vissza. Ez mind a mai napig érvényes. Orbán Viktor engedélyezte a fegyverszállítást magyar területen keresztül, amire korábban azt mondta, hogy ez halálos veszedelem önökre nézve. Elmondom, hogy mi a halálos veszedelem önökre nézve, Orbán Viktort a helyén hagyni. Az halálos veszedelem, nem csak azért, mert bűnöző migránsokat, terroristákat telepített be pénzért Magyarországra. Nem csak azért, mert még azt se vette észre, amikor Abdeslam, a párizsi gyilkos merénylő 200 ezer SIM-kártyát vásárolt egy budapesti mobilboltban. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy ez a technet nem tűnik föl. Nem csak azért, mert orosz kémeket telepített be, meg most is lehallgatják őket, tudott róla Szijjártó, hogy lehallgatják a külügyminisztériumot, és büszkén átvette Lavrovtól az Oroszország kiszolgálásáért, Magyarország árulásáért kapott érmet, amit azóta sem adott vissza. Orbán Viktor elsősorban azért kockázott Magyarország számára, mert sem a békét, sem a háborút nem tudja megnyerni, sem a békét, sem a háborút nem bízhatjuk Orbán Viktorra. Képzeljék el, hogy a háború esetén lehet egy olyan miniszterelnök a Magyarországnak, aki 130 kilométerről Debrecenből nézi az ukrán határt messzelátóval, de azt nem veszi észre, amikor egy bombákkal megrakott robotrepülőgép elröpül feje fölött Debrecen, Pécs és közte a paksi atomerőmű fölött. Orbán Viktor azt sem vette észre, hogyha valaki le akarta volna bombázni az atomerőművet, és akkor nem beszélgetnénk itt most, hogy ezt megtehette. Hogy Orbán Viktor nem képes megvédeni ezt az országot, bennünket csak a NATO képes megvédeni. Úgyhogy jöjjenek NATO csapatok Magyarországon.
kártyavédelme megmutatta ezt, azért nagy háborúja, az államadóság, az infláció, a költségvetési hiány, a Covid ellen és minden más háború, és az összeset elveszítette. Orbán Viktor nem a megoldás, hanem a probléma része. Orbán Viktorra nem lehet rábízni önöket is, hogy büszkén viseljék ezt a kék szalagot, hogy Magyarország legyen egy európai ország, ahol következményei vannak a lopásnak. Váltsuk le a tolvajokat, április 3-án menjünk el mindannyian, vigyenek el mindenkit, mert minden egyes szavazat számít. Végezetül szeretném önöknek megköszönni, hogy itt vannak. Szeretném megköszönni a jelenlévő, és még az egy, ha jól láttam jelen, nem lévő képviselőknek is, és akkor sorrendben fogom mondani. Szilágyi Szabolcsnak, Varga Lászlónak, Kis Sándornak, Üveges Gábornak, Erdei Sándor Zsoltnak, Ézsó Gábornak és Sermer Andrásnak, sőt az itt velünk lévő Berec Mátyásnak is, aki pedig Eger képviseletében jött el ide. Tehát a Borsod megyei és Heves megyei hősök, ők tudták, hogy mit vállalnak, hogy ezért őket le fogják támadni, hazugságokkal fogják rágalmazni. Róluk ugyanolyan hazugságokat terjesztenek helyben, kicsiben, mint rólam nagyban, 25 ezer plakáton, tévében, fizetett hirdetésekben. A 12 éves fiam egy rajzfilmet nem tud végignézni úgy, hogy 2,5 percenként ne jöjjenek föl a Fidesz hazugságai. Ezek az emberek hősök, mert elvállalták ezt a küzdelmet, nem magukért. Tudom, hogy fideszeseknek nehezen elképzelhető, de ők nem maggazdagodnak ebből. Én polgármesterként csak szegényebb lettem, a városom viszont csak gazdagabb lett. Mert okosabb a vagyunk is nem jön. Ők arra tették fel az életüket. Azért vállalták, hogy kellemetlenséget okoznak maguknak, a családjuknak. Hogy önök Európához tartozzanak. Hogy ne az a Putyin uralkodjon, vagy a magyar Putyin Magyarországon, aki 60 pusztán vagy az Azori-tenger mellett a saját hihetetlen gazdagodásokat építsék. A Mészárosokkal, a Tiborcokkal, most már 100 milliárdos vagyona van, hihetetlen kimondani is. A Simonkákkal, a Boldogokkal, a Bölnerekkel, a Mendikkel, a Szájerekkel, a Boltban, bocsánat, a Szájerekkel, a Borkaikkal és a Kalettákkal. Hogy ne ezt a Magyarországot építsünk, hanem egy tisztességes, becsületes országban élhessünk. Hogy azok a fiatalok, akik eddig is óriási számban, mintegy 800 ezeren elhagyták ezt az országot. Hogy ők hazatérhessenek, és azok a fiatalok, akik itt vannak, vagy akik most mellettünk vannak, és dolgoznak, és kampányolnak, és nagyon hálás vagyok nekik. Ők pontosan megértették azt, hogy április 3-án az a tét, hogy nekik el kell hagyni ezt az országot, ha Európában akarnak élni, vagy április 3-án az önök egy-egy szavazata idehozza Európát Magyarországra, és nem kell elhagyniuk ezt az országot, és önök nem csak a Skype-on fogják nézni majd az unokáikat. Hozzuk ide április 3-án Európát Magyarországra. Ezt kérem önök. Egyet. Tenger, ha reng, a gálya fölül, de írva van.